mindenkit, Szent Jánosné vagyok, a Fehérvári Kézműves Egyesület elnöke. Egyesületünkben levő kézművesek nagy része főállásként műveli a kézművességet. A portékáikat vásárokon, egyéb más helyeken árusítják, adják el, és így a beszélgetések során felvetődött az, hogy mik az árusítás szabályai, tehát mi az, amit be kell tartanunk. És ennek érdekében júniusban a adóhivatal és a vámhivatal képviselőit hívtuk el, és mondták el a kézműveseinknek, hogy mi a teendőjük egy-egy kitelepüléskor, milyen szabályokat kell betartani. Referáns Schneider Istvánné vagyok, a Fejér megyei kormányhivatal műszaki engedélyezési és fogyasztóvédelmi főosztályának a főosztályvezetője, és köszönettel tettünk eleget a kézműveseknek a kérésének. Nagyon ritka alkalom az, hogy így találkozhatunk önökkel, még azt kell, hogy mondjam, egyetlen egyszer sem volt lehetőségünk. A Kereskedelmi és Iparkamarában több alkalommal tartottunk különböző témákba előadásokat, de önökkel még nem találkoztunk, bár számtalan rendezvény köthető önökhöz. De a közelmúltban is itt a Rácz utca egy csodálatos fesztiválnak adott helyet, és végigjárva a portékájukat értékesítő kézművesek, én személy szerint is láttam, hogy azért segítségre szorulnak, szerénységre szorulnának. Hát itt ez a nagy alkalom most a mai napon. A körünkben nem csak az osztályvezető asszony ül, aki itt az Egyesület elnökével közösen megszervezte önöknek ezt a programot, hanem a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságtól is két kollega, két olyan kollega, aki azt kell, hogy mondjam, speciális szaktudásba kimagasló eredményeket mutatott már az elmúlt időszakban is. Ezeket az ismereteket szeretné önökkel megosztani. Mutatja nekünk itt az áró program keretében az előadását, hogy dr. Ütő Kristóf, a Fogyasztóvédelmi Osztály, a hatósági részt képviseli. Szívesen jövünk, akkor, hogyha a vállalkozások hívnak minket, és hogyha a vállalkozások kíváncsiak azokra a jogszabályi kötelezettségekre, amelyek őt terhelik. Örömmel tudatom önökkel, hogy a fogyasztóvédelmi szervezetrendszer az idei évben egy pozitív, kedvező átalakuláson megy keresztül.